Jótékonysági bál. 11. alkalommal segíthettek a rászoruló családokon. Figyeljünk a kis állatainkra. A tél is megviseli kedvenceinket. Virágosításon túl. Nagy fejlesztésekkel készülnek 2017-ben is Dunakilitén. Köszöntöm Önöket! A Moson-Magyaróvári Városi Televízió híradóját látják. A Haller iskolában tartotta meg hagyományos jótékonysági bálját a Lehetőség családoknak 2005 alapítvány. A város lakói 11. alkalommal gyűltek össze, hogy jó hangulatban segítsenek a rászorultakon. Szombat este a Haller iskola aulájában gyülekeztek a vendégek a Lehetőség családoknak 2005 alapítvány 11. jótékonysági bájára, ahol elsőként Iváncsics János köszöntötte az összegyűlteket. Elsőként szeretném megköszönni azt a tevékenységet, amit az alapítvány végez mindenkinek, aki ott dolgozik, hisz nap mint nap tapasztaljuk azt, hogy milyen sok családnak és egyének tudnak segíteni. És hát nem szabad megfeledkezni azokról, akik segítségével tudják végezni a tevékenységüket. Többek között önökről, akik itt a bálon való részvételükkel támogatják az alapítványt, és ezzel is közelebb kerülhetnek a céljaik megvalósításához. Az alpolgármester nyitószavai után a Gazdász Néptánc Együttes palotás táncával indította a bált. Lehetőség családoknak 2005 alapítvány 2005 óta működik azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson a nehéz, reménytelen krízis helyzetbe került, elsősorban Moson-Magyaróvári, de a környező falvakban élő családok számára is. A családok életének újrakezdéséhez átmeneti időtartamra ideiglenes otthont biztosítanak, és segítenek a munkahelykeresésben is. A családok átmeneti otthonában szakemberek dolgoznak, a családoknak pedig lehetőségük van a különélésre is, de a közösség együttlétre is. Azoknak, akik egész évben segítik az alapítvány munkáját, idén is a bállal köszönték meg támogatásukat. A Lehetőség családoknak 2005 alapítványa ebben az évben 11. alkalommal rendezte meg ezt a jótékonysági bálját. Ezen a jótékonysági bálon szeretnénk megköszönni mindazoknak a támogatóknak, akik tetteikkel, adományaikkal, különböző segítségnyújtásaikkal hozzásegítették alapítványunk munkáját. Az alapítvány elsődleges feladata a továbbiakban is a rászoruló családok megsegítése. Szigetelt ól, folyamatos vízcsere és tápláló étel. Csak néhány apróság, amire kisállataink téli gondozása alkalmával figyelhetünk. Különös gondot kell fordítani ilyenkor kedvenceinkre, hiszen nem csak a kihűlés, hanem a betegségek is fenyegetik őket a leghidegebb hónapokban. A téli időjárás beköszöntével nem csak saját, hanem kisállataink egészségére is oda kell figyelni. Ez az időszak a kutyák és a macskák számára a legveszélyesebb, hiszen nem csak a nyári hőség, hanem a mínuszok is megviselhetik kedvenceinket. Apróságoknak tűnő, ám annál fontosabb dolgokkal már javíthatunk állapotukon, közérzetükön. Nagyon fontos dolog, hogy a vízük is fontos, ilyenkor nehogy szomjazzanak, befagy nekik nagyon gyorsan, mínusz 15 fokokat élünk meg mostanában, akár néhány óra alatt is meg tud fagyni a vízük. Célszerű naponta legalább háromszor langyos vízzel, nem meleggel, nem forróval, nehogy megforrázzuk a kutyákat, de egy langyos vízzel megkínálni őket, és akkor kedvükre tudnak inni. A harmadik nagyon fontos dolog, hogy ha kint élnek a kutyák, akkor magasabb energiatartalmú ennivalóval kell őket ellátni, hisz a fűtésre egy csomó energia elmegy, tehát nehogy az legyen, hogy elkezdenek fogyni, hisz fűtésre elmegy a bevitt táplálék nagy része. Novák Péter elmondta, ilyenkor az ízületi sérülések és a megfagyás is veszélyeztethetik kisállatainkat, ha nem megfelelőképp bánunk velük. Erre hívta fel a figyelmet Bingeli Éva, a Menedék Állatvédő Alapítvány önkéntese is. A láncos kutyákat kérem szépen, hogy engedjék, vegyék le a láncról. A kutya nem tud mozogni, ezáltal teljesen le fog hűlni, a testhőmérsékletet nem tudja megtartani, és ha csak egy kutyaház van emellett, ami mondjuk még nincs is bélelve, egy rövidszőrű kutya nagyon hamar meg fog fagyni. Már történtek idén nagyon sok esetben megfagyások, és ez mindenképpen fontos, hogy a kutyát egy jó meleg helyre, ha nincs más lehetőség, akkor meg egy nagyon jó szigetelt és kiszalmázott kutyaházat tudjunk neki biztosítani.
Télen sajnos még gyakrabban előfordul, főleg szilveszter környékén, hogy elszöknek a kutyusok, ám rosszabb esetben az is, hogy egyes emberek kirakják meguntnak vélt állataikat az út mellé. Ha valahol ilyen kis állatot találunk, akkor első körben mindenképp érdemes értesíteni valamelyik állatvédő alapítványt. Ők először telefonon tudnak segíteni és felmérni a kis állat állapotát, van-e esetleg sérülése, majd a helyszínre kiérkezve a megfelelő ellátásban részesíthetik. Ez követően, ha lehetséges, megpróbálják a gazdát megtalálni, ha az nem sikerül, pedig új otthon keresni nekik. Sok olyan kutyával is találkozunk, és nagyon fontos elmondanom, amelyben van csip, csak nincs regisztrálva. Tehát erre mindenféleképpen felhívom a tulajdonosok figyelmét, hogy kérdezzék meg az állatorvost, kérdezzék le, ezt meg lehet a Petvet Datán, ez egy internetes oldal, ha a saját kutyának a csipszámát oda beütik, akkor meg fog jelenni az, hogy a kutya regisztrálva van, illetve nincs regisztrálva, és ha nincs regisztrálva, akkor kérjék az állatorvost az azonnali regisztrációra, hogy meg tudjuk találni a gazdát. Rengeteg aprósággal segíthet az is, aki kisállatot nem tud befogadni, mégis tenne valamit értük, hiszen tápra, takaróra, gyógyszerre, kötszerre mindig szüksége van az alapítványnak. Legjobb esetben persze még több önkéntes befogadóra van szükségük, hiszen jelen pillanatban nagyon kevesen vállalják ezt a fárasztó, ám annál szebb elfoglaltságot. Magasan tartanák a 2016-ban felállított mércét Dunakilitin idén is. A tavalyi sikeres év után ugyanis tovább folytatják a település szépítését és a közösség összekovácsolását. A falu központ, a kiserdei óvoda kerítése, a sportöltöző vagy a vízelvezetés csak pár azokból a fejlesztésekből, amelyek 2016-ban megvalósultak Dunakilitin. Több projekt is zajlott a tavalyi esztendőben a településen, amelynek köszönhetően teljesen átalakult, megszépült a falu. A 2016-os évet éppen miatt a civil szervezetek évének is nyilvánítottuk, hiszen a programjainkat a civil szervezetek vezetői és tagsága révén tudtuk megvalósítani. A virágos program mellett nagy eredmény, hogy ismét elnyertük a humanitárius település címet és a falu megújítási díj kiváló fokozatát. A falunapon kívül volt pálinka és siripiszli fesztiválunk, volt egy nagy sikerű kenomaraton, veterán találkozót tartottunk, és ahhoz kapcsolódóan egy rendkívül értékes könyvet is kiadott Dunakiliti Község önkormányzata. Kovács Andorni elmondta, az idei egyik legfontosabb feladat az egészséghez felújítása, hogy a település orvosa már 21. századi körülmények közt fogadhassa a betegeket, valamint az, hogy befejeződjön az új telkek kialakítása, hiszen nagy rá a kereslet. Ráadásul nem csak az új otthont keresők körében van rá igény, hanem a régi, több generációs helyi lakosok is maradnának, és itt alapítanának családot. Moziköz és szilvásor folytatásaként utcaterv készül, és pályázunk külterületi utakra is. Megrendeltük már a falu elején, a Kossuth utca páratlan oldalán a járdafelújítást, illetve az IKSZD udvarára a kulturális programok megkönnyítését szolgáló nyitott színt. Dunakilitin nem csak a fejlesztésekre, hanem a településen élők összekovácsolására szolgáló falu rendezvényekre is készülnek. 2017-ben lesz 130 éves a Dunakiliti Önkéntes Tűzoltó Egyesület, és 30 éves a Dunakilitiért Egyesület vegyeskara. Mindkét civil szervezetet, mindkét csoportot a falunapon fogjuk köszönteni, illetve külön tervei vannak még saját elképzelések alapján mindkét civil szervezetnek. 2017. május 12-én nagy örömünkre mi rendezhetjük a gyermek tűzoltó versenyt itt a helyi sportpályán, amire ugyancsak a szülők, a településen élők és az önkéntes tűzoltó egyesület bevonásával lelkesen készülünk. A polgármester asszony nagy reményeket fűz ehhez az esztendőhöz is. Ha minden jól alakul, a felsorolt tervek nagy része elkészül ebben az évben. Egyedül a moziköz felújítása fog hosszabb időt igénybe venni. A különféle tulajdonviszonyi problémák miatt 2017-ben csak a tervezés szintjéig juthatnak el. Látogatási tilalmat vezettek be a Karolina Kórház rendelőintézet intenzív és kardiológiai osztályán is. A tilalom bevezetésére a légúti megbetegedések halmozódása miatt volt szükség korábban. Most a betegek védelme érdekében a kardiológiai osztályra és az intenzív osztályra is kiterjesztették a látogatási tilalmat. A hozzátartozók a betegekkel a kapcsolatot telefonon tarthatják. Tisztálkodási és egyéb csomagokat a nővéreken keresztül tudják eljuttatni.
A nagyon súlyos állapotban lévő betegeket a hozzátartozók, az osztályvezető főorvos, illetve az igazgató engedélyével látogathatják. A látogatási tilalom határozatlan idejű. A mosonmagyaróvári rendőrök két férfit és egy nőt állítottak elő bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. A mosonmagyaróvári rendőrkapitányság kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást S. János 39 éves levéli, valamint F. István 46 éves és V. Viktória 26 éves mosonmagyaróvári lakosok ellen. A járőrök január 16-án a délutáni órákban állítottak meg közúti ellenőrzésre egy Volkswagen típusú személyautót Mosonmagyaróváron. A járműből kiszálláskor a sofőr, abban bízva, hogy nem veszik észre, egy csomagot dobott el egy közeli bokorba. A rendőrök az zacskóban különböző színű tablettákat és több fecskendő fehér kristályos port találtak. S. János elismerte, hogy kábítószer volt nála, ezért dobta el. A két férfit a helyszínen elfogták és előállították. Az ügyben végzett adatgyűjtést követően a nyomozók január 17-én délelőtt előállították V. Viktória helyi lakost is a rendőrkapitányságra. A három gyanúsítottnál a kábítószer gyors teszt pozitív értéket mutatott illegális szerek fogyasztására. Kihallgatásukkal beismerték a bűncselekmény elkövetését. Röviden a holnapi időjárásról. Holnap ragyogóan napos, kristálytiszta, de tartósan fagyos időre számíthatunk. Reggelre zord hideg várható, mínusz 10 fokos értékkel, a fagy délután is megmarad. Napközben mínusz 3 fokot mérhetünk. Kedves nézőink, mai hírhátterünk vendége dr. Nagy István országgyűlési képviselő, akivel Horváth Meggyesi Kata beszélget. Ezután a Látogató című magazint nézhetik meg. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön 19 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!